A hegyvidéki önkormányzat folyosó galériáján láthatók most azok a tervek, amelyek az árkai pályázatra érkeztek. Az önkormányzat és a MOME idén arra kérte a hallgatókat, keressenek új funkciót az egykori Istenszeme fogadónak. A nyertes pálya munka alkotója egy művészeti központot alakítana ki a különleges épületegyüttesben. Funkcióját tekintve ő egy olyan művészeti központban gondolkodik, ahol a művészek egész évben bennlaknak, és a közösségnek, meg a fiataloknak különböző művészeti tevékenységeket tudnak tartani. Itt mutatja, hogy a megnyitott nagy térben, ezen a felületen, amit ő itt lebont és újjáépít, milyen közösségi művészeti funkcióra van lehetőség. Egy nagyon izgalmas és jó területi használatot mutató terv, ami a kertet úgy vonja be, hogy az elkészült művészeti adottság vagy alkotásokat akár a kertben kiállításra kerülhetnek. Tehát ez egy ilyen összművészeti program. Az idei árkai pályázatra 9 építészeti és 4 tájépítészeti terv érkezett be. Volt, aki zarándokszállást, más erdei iskolát álmodott az egykori Istenszeme fogadó épületébe. Az Istenszeme fogadó elődje a 18. század végén épült a budai hegyekben. A területet 1880-ban Hagemaher Károly vásárolta meg, aki 1884 és 85 között villát építetett a régi fogadó helyén. Az épületet többször átalakították, 1949-től pedig gyermekotthon működött a korábbi fogadó falai között. A rendszerváltás után sokáig üresen, kihasználatlanul állt az épület, most a Normafa program részeként újítanák fel és hasznosítanák. Az önkormányzatnak az a célja, hogy ide valami olyan nyitott közösségi funkció kerüljön, ami egész évben szabadon bejárható, ugyanakkor önmagát képes fenntartani. És a hallgatóknak azért volt nagyon összetett a feladata, mert nem csak kaptak egy kész funkciót, hogy ez a dolog, és akkor csináljatok ebből egy tervet, hanem nekik át kellett gondolni azt is, hogy ha egész évben üzemeltetni egy épület, üzemeltetni kell egy épületet, és nyáron külön sorsa van, mint ősszel és télen, akkor nekik az egész évre kellett egy programjavaslatot adni. Tehát ezek nagyon komplex és átgondolt programot javasolnak ezek a tervek. A funkció mellett a megvalósításhoz szükséges forrásokat is megpróbálják megtalálni. A Normafa program részeként az elmúlt években több műemléképület is újjászületett. Ilyen volt például az egykori Fácán vendéglő, ahol jelenleg a Zugligeti Általános Iskola felső tagozata működik, és ilyen volt a közelben lévő Lóvasút végállomás is. A különleges, svájci stílusú épületegyüttes az utolsó pillanatban menekült meg az enyészettől, most kulturális központként működik. A szomszédjában pedig a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény számára alakította ki új otthont.